Az Európai Uniós pályázati források tekintetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezik a második legnagyobb felhasználható összeg, összesen mintegy 89,3 milliárd forint. A sokrétű feltételi rendszernek köszönhetően csak azok a projektek lehetnek sikeresek, amelyek a döntés előkészítő bizottság javaslata alapján irányító hatósági döntést követően kapják meg a megyei közgyűlés egyetértő nyilatkozatát. A TOP esetében is a munkahelyteremtés, a munkahely ösztönzése az elsődleges feladat és az elsődleges cél. Még az olyan fajta szociális szolgáltatások is, amelyek orvosi rendelő fejlesztés jelentenek, vagy óvoda, bölcsödei férőhely kialakítását jelentik, vagy kerékpárút fejlesztés is, nyilvánvalóan ezeket a célokat szolgálják, és ilyen rendszerben is kellett vizsgálnunk az egyes támogatási kéréseket, hogy mennyire segítik elő a munkahelyi mobilitását, a munkába állást, akár úgy is, hogy a gyermekeket van hová hagyni, bölcsődei, illetve óvodai ellátás esetében. A sikeres projekteknek köszönhetően többek között helyi foglalkoztatási paktumokat kötnek, barnamezős területek rehabilitációját végzik el, orvosi rendelőket és önkormányzati épületeket újítanak fel. A pályázók nagyrészt önkormányzatok, de civil szervezetek és egyházak is aktívak voltak. Legutóbb idén augusztusban 92 pályázat nyert támogatást, közöttük több mint 13 milliárd forintot osztanak el. 633 pályázat érkezett be augusztus 21-ig, a nyertes pályázatok száma 346, és azt jelenti, hogy ennek a rendelkezésre álló forrás keretnek a 66%-át, azaz kétharmadát már el is nyerték a pályázók. Összességében ez 58,8 milliárd forintot jelent. A támogatási szerződések 51%-ban a rendelkezésre forrás kerethez viszonyítottan arányában, azaz 45,8 milliárd forintban megkötésre is kerültek, és 40%-ban pedig a támogatási szerződések aláírását követően kifizetésre kerültek a előlegek. Ez azt jelenti, hogy 36 milliárd forintot már kiutaltak a nyertes pályázóknak. Számukra a következő feladat a kiviteli tervek elkészítése, a közbeszerzési eljárások lebonyolítása és a kivitelezés megkezdése.